Van az, amikor jaj, bemagolsz mindent a könyvből, meg már így tök szépen tudsz beszélni, és így idejössz, kicsit ilyen tankönyvszagúan dumálsz, meg is sok mindent nem értesz, hogy így mondanak valamit, és akkor mi? Úgyhogy figyeljetek nagyon, mert sokat tanulhattok belőle. Sziasztok, japán specialisták! Én Jámbor Alíz vagyok, ti pedig a Japán Specialista Utazási Iroda YouTube csatornáját nézitek. Ameddig nem utazhatok Japánba, addig itt is tájékozódhattok egy kicsit a japán kultúráról, és közelebb érezhetitek magatokat az országhoz. A mai videóban 10 plusz egy néhány japán kifejezést fogok bemutatni nektek. Ezt az ötletet valaki egy kommentben vetette fel nagyon kedvesen, és hiába hiszitek, hogy ha én nem válaszolok a kommentekre, akkor az azt jelenti, hogy nem is olvasom őket, mert igenis, de olvasom, és mindig bennem, hogy ja, igen, majd válaszolok, csak át kéne jelentkezni a másik nem saját fiókomba, és akkor ugye elmarad az egész, úgyhogy bocsánat, de ott vagyok, mindig olvasok, és lopok ilyen ötleteket tőletek, úgyhogy köszönöm szépen, nem tudom, ki küldte, írja meg kommentben, hogy ja, köszi, én voltam, és így remélem, hogy örülsz ennek a mai videónak. És azért is választottam ezt most, mert szerintem ez a téma nem csak téged érdekel, meg nem csak engem érdekel, hanem többeteket is. És miért 10 plusz egy néhány japán szleng kifejezés? Azért, mert nagyon-nagyon nehéz választani. Nyilván a szleng kifejezések, mint a magyarban is, vannak olyanok, amik most menők, amik csak idén menők, aztán már egy jövőre tök gáz, hogyha azokat használod. Minden évben változik, és próbáltam nektek olyanokat választani, ami azért már így régóta benne van a japán nyelven, de már annyira, hogy így nem is nagyon érzed szlengnek, és nem cikki, tehát hogy így több éve megvan, és használják az idősebbek is, meg a fiatalabbak is, tehát olyan értelemben szleng, de mondjuk a munkahelyeden a feletteseddel szemben nem használod, vagy mit tudom, nem írod bele egy fogalmazásba, tehát az ilyen szleng kifejezéseket próbáltam összegyűjteni, és most nem arra megyek, hogy 2021 vagy 2022 várható legmenőbb 10 szleng kifejezését összegyűjtsem nektek, mert hogy így magyarul is elvéreznék szerintem nagyon erősen, japánul meg aztán főleg. Tehát ilyen mindig divatban lévő, nagyjából mindig folyamatosan divatban lévő szleng kifejezéseket szeretnék bemutatni nektek. Lesz olyan, hogy egy kategóriába többet veszek, azért bővül egy kicsit a 10. Lesz olyan, hogy miközben beszélek egy szleng szóról, felbukkan plusz még néhány másik szleng kifejezés, és még a 10-es listát azért bővítem néhány friss, vagy a legfrissebb kifejezésekkel, nagyon nem a legfrissebbel, néhány friss kifejezéssel, ezért bővül a lista 10 pluszra. Ez a téma egyébként szerintem akkor is érdekes, hogyha nem tanultok japánul, viszont hogyha tanultok, akkor meg nem csak érdekes, hanem nagyon hasznos is, mert ugye tudjátok, van az, amikor jaj, bemagolsz mindent a könyvből, meg már így tök szépen tudsz beszélni, és így idejössz, és így nem is az, hogy nem értik, amit mondasz, hanem hogy kicsit ilyen tankönyvszagúan dumálsz, enyhén szólva, meg ilyen utazókönyv, meg is sok mindent nem értesz, hogy így mondanak valamit, és akkor hogy mi? Így teljesen másik jelentésében használnak néhány meglévő szót szleng kifejezésként, és így nézel, hogy most tényleg azt mondta, és akkor rájössz, hogy ja nem, hogy ennek lehet egy másik jelentése. Aztán nekem volt olyan, amelyik szót, szleng szót így nem egészen jól használtam, azt hiszem, mert hogy idejöttem, és ezt akkor miután ide költöztünk, én nem tanultam tankönyvekből, így hallgatok beszélgetéseket, és akkor ha nagyon sokszor hallok valamit, akkor végre sikerül megjegyeznem. Tehát ugye ez, ennek úgy kéne ideálisan működnie, hogy hallok egy új szót, felírom, és így megtanulom. Oké, igen, nem, ez úgy működik, hogy hallok egy új szót, jó, majd megjegyzem, majd felírom, nem. És akkor hallom még egyszer, ezt már hallottam, hallom századszor, ezt már nagyon sokszor hallottam, és még mindig nem tudom. És aztán így van, hogy rám ragad. És akkor rám ragadt néhány ilyen szleng kifejezés, majd mondom, melyik szó volt ez, amikor odaérünk. És aztán most, ahogy így utána olvastam, így rájöttem, néha lehet, hogy nem volt igazán helyén való, ahogy én ezt használtam, úgyhogy ezért is hasznos lehet. Úgyhogy figyeljetek nagyon, mert sokat tanulhattok belőle. Mindjárt, amivel szeretnék kezdeni, az nem egy szó igazából, hanem egy csoport, egy kategória. A megrövidült vagy lerövidített kifejezések, összekapott, összecsapott, elharapott, összerágott szavak, nem tudom, hogyan fejezzem ki. Magyarul is vannak ilyenek, a nem tudom helyet azt mondjuk, hogy nem tudom, a cuki, meg a teló, meg ilyesmire gondoljatok, és ez megvan japánul is.
És mit tudom én, idejössz, idejössz, és mondod valakinek, hogy wakaranai, wakarimasen, először is ez a deszmasz formáin udvarias, hogyha így tanultok japánul, de nem, hát így barátok között az már eleve rövidebb, azt mondod, hogy wakaranai, nem tudom, és aztán így ezt sem használt, hanem azt mondod, hogy wakannai, hogy nem tudom, és ez lehet még jobban összecsapni, hogy wakannai jó, nem tudom, ami meg nagyon ilyen fiús, ami ilyen ai végződéseket, vagy ilyen i végződésű szavakat, sokszor ilyen e-nek hallasz, vagy így e-nek mondanak, úgyhogy mert ez ilyen nagyon csúnyán, ilyen fiús, ilyen, wakannai jó, mit tudom én, nem tudom, hagyjál már, kb. Ez is benne van, de más ilyen megrövidülések, a shiranai, ami szintén így nem tudom, a helyett az a shiran, hogy nem tudom, nem tudom, amik, hát egyrészt ilyen szó összecsapások is sokszor néha, sokszor pedig különböző dialektusok, tehát a japánban, japánon belül is a japán nyelvben nagyon sok dialektus van, és néha átveszik egy-egy dialektusnak az ilyen kifejezését, megrövidített szavait. Például az omoshiroi, az azt jelenti, hogy érdekes, de Osaka-benben, tehát az oszakai tájszólásban, dialektusban, ez sokszor úgy mondják, hogy omoroi, ami ugye így kikapod a szóbelsejét, és megkapod, hogy omoroi, és akkor így sokszor ez már a slangben is benne van, hogy omoroi ne, hogy ó, milyen érdekes, hogy omoroi jó, a noéga, mit csak omoroi jó, az a film, az nagyon-nagyon érdekes. Aztán, amit az előbb már megemlítettem, amikor az i végű mellék neveknek így le csapják a végét, vagy így elhagyják. És ez sokszor egyébként úgy is ejtik ki, mint hogyha ére végződne, például, hogy van a szugoly, amiről már mindjárt beszélünk külön, ami az ilyen tök jó király is, tehát meg az ilyen nagyon-nagyon. És akkor nem azt mondják, hogy a szugoly, hanem szugo, ez hát inkább fiúk egyébként, meg szüge, szüge, hogy így ez is ilyen nagyon király. Vagy hogy ürszáj, az azt jelenti, hogy hát ilyen hangos, egyrészt, másrészt meg, hogy ilyen idegesítő. Tehát amikor így valakit már így piszkálsz, hogy csináld ezt meg, csináld azt meg, és akkor azt kapod meg, hogy ürszáj, ma ürszáj, hogy most már így hagyd abba, hogy most már idegesítő, vagy most már egy kus legyen kb. És akkor nem azt mondják, hogy ürszáj nyilván, hát így egymás között, hanem hogy így anyukádnak, fiúk, vagy ma ürsze, hogy így hagyja békén. Vagy még ezt jobban össze lehet akár kapni, hogy üsze, vagy például, amit így nagyon sokszor lehet hallani, eleve az, hogy az oishi helyett azt mondják, hogy umai, az is lehet egy ilyen slang szó, bár ez eredetileg azt jelenti, hogy finom, de elvileg a fiúk, vagy főleg a fiúk használják ezt a szót, most már a lányok is többet, és az umai helyett inkább azt mondja, hogy uma, hogy így nagyon-nagyon finom. Vagy az, hogy yabai, azt a szót majd mindjárt elmesélem nektek, hogy mit jelent, tehát azt mondja yaba, vagy az, hogy dekai, ami az oki, mint oki, hogy nagy, ahelyett nagyon sokszor azt mondják, hogy dekai, és akkor az mondja csak deka, vagy deke, hogy így nagyon-nagyon nagy. És így a rövidítéseknek még egy ilyen másik csoportja, ami nagyon-nagyon érdekes, az a sz végződés, az így nagyon, nagyon viccesen hangzik így kimondva magyarul, meg így nem lehetett ilyen szű, hogy így hosszú S és ű. A japán igéknek a végén van, lehet olyan végződés, hogy így desz, hogy van, arra végződik, vagy hogy valamilyen mász, vagy így szűre végződik, nem menjünk bele nagyon hosszú, ezt nevezik egyébként hosszú formának, és sokszor ezt így akkor nem mondják ki, hogy nem tudom milyen szépen, hogy szű, hanem csak így a végre egy oda csapják, hogy sz. És ez azért érdekes különösen szerintem, mert ezt a fajta végződést, vagy beszédmódot, ezt az ilyen nagyon közvetlen barátok között nem használod. Mert hát akkor használod, hogy így munkatársak között nem vagytok annyira jóban, hogy a rövid formát használjad, ami tényleg ilyen baráti, de nem tértek el korban annyira egymástól, vagy egyáltalán nem tértek el akár, de ezért ezt használjátok, mert hogy ezért mégis munkahely, elég nehéz ezeket a kis különbségeket megérezni, meg elmagyarázni. De így főleg fiúk kihagyják itt is ezt az ilyen rendes végződést, és így elcsapják a végét, és akkor minden nagyon sokszor hallasz ilyet, hogy íszne, hogy nem ídeszne, hogy ó, milyen jó, hanem íszne, ilyesmire gondolok. Nagyon vicces, hogy nálunk így az egyik boltban a srác, az nem úgy köszön, hogy így irassáimasze, az ilyen boltokban meg éttermekben az üdvözlés, az ilyen jó napot kívánok, de ez az ilyen Isten hozta szerű.
És nem azt mondja, hogy irasszáimasze, hanem csak annyit, hogy sase. Ilyesmire gondoljatok, ilyenek is vannak a japán nyelvben. Hogyha így tudtok esetleg beszélni, vagy ezt így bele tudjátok valahogy csempészni a beszédetekbe, akkor sokkal japánabbnak fogtok hangzani. De ez így nyilván nagyon nehéz. Tehát, hogyha ezt így erőlteted, akkor az így nagyon-nagyon gázuljon ki. Úgyhogy ez főleg úgy működhet szerintem, hogy így sokat beszélsz, sok olyat hallasz, hogy valaki ezt mondja, és így átragad rá, mert ez így tényleg nagyon ragadós. Csak vigyázzatok, én is így, ugye a lányok meg a fiúk máshogy beszélnek azért valamennyire Japánban, és én a férjemmel beszélek nyilván a legtöbbet, és így sokszor azt hiszem, hogy én fiús dolgokat mondok, úgyhogy ezért így vigyázni kell, hogy mit mondok. De a legfontosabb, hogy felismerjétek az ilyesmit. Tehát, hogy ugye azt mondják nektek, hogy az azt jelenti, hogy Ohayo gozaimasu. Másodikként szintén nem csak egy szót szeretnék bemutatni nektek, hanem néhány melléknevet, ilyen i-re végződő melléknevet, amit nagyon-nagyon sokszor használnak. Ezeket nyilván külön vehettem volna, és akkor lenne 10 leg, szóval 15 vagy 20, de így egybe vettem őket, mert sokszor még így hasonló is a jelentésük, vagy néhány esetben. Az első az a yabai. Ami eredetileg azt jelenti, hogy veszélyes, meg ilyen kockázatos, hogy mit tudom én, a sigotójában jó, hogy ez a munka az veszélyes, vagy hát ilyen nagyon kockázatos, meg hogy így vigyázzál, vagy hájabakattaná, hogy hú, ez meleg volt, mert mint hogy meleg helyzet volt, na, ilyet sem nagyon mondjuk mostanában, majd így azért kapom a fiatal japán specialistáktól, remélem a kommenteket, hogy figyelj, ilyet már így nagyon-nagyon nem mondunk, biztos lesz ilyen, hogy ilyen értelemben használták a jabájt, de most már kicsit olyan, mint nálunk magyarul a durva, hogy ez így jelent jót is, meg jelent rosszat is, meg hogy így nagyon-nagyon azt is jelenti pozitív és negatív értelemben. Például, hogy no fukuya bayo, hogy az a ruha az ilyen nagyon, tehát hogy ilyen tök jó, hogy nagyon-nagyon klassz, hogy ilyen szuper, kb. Ilyen értelemben használják, hogy no otoko yabai kakkoi, hogy az a fiú az egy nagyon-nagyon helyes, szuper helyes, ilyesmi, vagy kicsit, mint egy ilyen felkiáltás, vagy ilyen szitokszó, vagy indulatszó, hogy a fenébe, nem ennyire erős, de hogy ajaba kétai kovareta, hogy a fenébe tönkrement a telefonom. Nagyon nehéz megmagyarázni nyilván ezeket a szavakat, tehát ilyesmi jelentésben nagyon-nagyon sokat használják. A másik ilyen, amit hogyha néztek animét vagy filmeket, a szugoly, az szerintem így mindenkire ráragadt. Az megint ilyen, hogy a jó értelemben is, meg rossz értelemben is, a nagyon-nagyon. De eredetileg egyébként negatív jelentése van, például olyan mondatokban, hogy szugoly meni atta, hogy hát egy ilyen nagyon rossz dolog történt velem, de most már mit tudom én, hogy kókakusta, szugoly ne, hogy átmentél a vizsgán, hát ez szuper, vagy sugoi jōzu, nagyon-nagyon ügyes, ami azért is szlenges egyébként, mert az ilyen i végű mellékneveket határozó szóként úgy kéne mondani, hogy sugoku jōzu, hogy ilyen az i végződés az küre változik, hogy nagyon ügyes, tehát nem nagy ügyes, hanem hogy nagyon ügyes, mondjuk így tudnám elmagyarázni, tehát nem ragozzák, ahogy kellene ragozni, de mondom így, az értelme is más egy kicsit, mint az eredeti jelentés. És van még egy ilyen i végű melléknév, amit elég sokat használnak, a dasai, ez a kicsit más, mint az előző kettő, ez egy egyszerűen azt jelenti, mint a magyarban a gáz, amit nem tudom, hogy még használunk-e, én még használok, hogy nem tudom, már megint a ruhával jövök, de hogy konofuku dasai, hogy ez a ruha, ez nagyon gáz, vagy dasai sumi, hogy ilyen nagyon gáz hobbija van, vagy nagyon sokszor ugye a fiatalok a szüleikre mondják, hogy ilyen bénák, béna gáz, ilyesmit jelent. És amit még így ide tudnék venni az ilyen i végű melléknevekhez, de kicsit az előző csoporthoz is kapcsolódik, az a kimoi, amit így sokszor használnak, ami azt jelenti, hogy ilyen gusztustalan, meg hát ilyen nem jó, ilyen negatív jelentéssel bír, az a kimocsivarui-nek az összerántásából keletkezett, ami azt jelenti, igen, hogy ilyen gusztustalan, konotabemono kimoina, natto kimoina, hogy ez az ennivaló, ez nagyon gusztustalan.
vagy a natto az nagyon-nagyon gusztustalan, tehát ilyesmi, és ezt tényleg szerintem elég sokat használják. A harmadik csoport, az még mindig egy csoport, és nem egy-egy szó, az olyan kifejezéseket vettem ide, amiket szavak elé tesznek, és így meg nagyobbítják őket. Ez is, ez ilyen fokozás végül is, hogy így nagyon-nagyon. Ide tartozik elég sok szó, például a csó, a mecsa, a geki, vagy a gacsi de. De én azt a gacsi de, ezt nem használom. Már mondok inkább példát, jó, hogy csójaszui, hogy nagyon-nagyon olcsó, tehát hogy így a jaszui, mint olcsó, és az elé pakolják. És akkor így lehet azt is mondani, geki jaszui, hogy nagyon-nagyon olcsó, mecsa jaszui, hogy nagyon olcsó, de van is mecsa kucsa jaszui, az nagyon-nagyon olcsó, úgyhogy ilyen elég érdekes, vagy ilyen nagyon sokféle, és mind ugyanazt jelenti, és van tényleg ez a kifejezés, hogy gachi de omoshiroi, hogy nagyon érdekes, vagy gachi de jaszui, nagyon olcsó, de én ezt így nem is nagyon hallottam, meg nem is nagyon használom, de létezik. Úgyhogy ilyesmi, hát a csókakkoin, nagyon helyes, nagyon jó képű, mecsabi csinda ne anoko, hogy nagyon szép az a lány, egyébként ez a bijin is, ez hát nem kifejezetten slang szó, mert eredetileg szép nőt jelent, de hogy más, mint amikor azt mondják, hogy szőgoku kire da ne, hogy milyen nagyon-nagyon szép, mert a mecsabi csinda ne, az inkább ilyen, szóval sokkal hétköznapiban hangzik, nem slang, de esetleg így jegyezzétek meg. Ezt a lányokra mondják egyébként, a kakkoi, ez meg a fiúkra, meg a ruha is lehet kakkoi, úgyhogy ilyesmi jelentésben használják, meg gekiuma, hogy nagyon-nagyon finom. A negyedik, az végre már egy szó, a maji, ami úgy is elhangozhat, hogy maji de, de ez ugyanez a szó, az csak egy ilyen, mindegy, megváltoztatja a mondatban kijelölt helyét, ami azt jelenti, hogy most tényleg komolyan, komoly, én magyarul így lehetne szerintem mondani, tehát mondjuk YouTube hajimeta jo, elkezdtem YouTube-ozni. Maji, hogy tényleg komolyan, igen, maji, de jó, gonemai, 5 évvel ezelőtt, vagy 5 évesek leszünk, talán 5 évesek leszünk, ilyesmi jelentésben, és ez az elmúlt pár évben futott úgy, hogy maji manji, hogy így megduplázzák, így sokszor az is szlengessé tesz egy kifejezés, hogy nem csak így lecsípnek belőle, hanem így megduplázzák, hogy így manji-manji, ugye nem teljesen ugyanez. A manji az egyébként a szvasztika japánul, nem a horogkereszt, nem az a szvasztika, ami a buddhizmusnak, a hinduizmusnak eredetileg, és aztán itt Japánban, mert a buddhizmusnak a jelképe, és ugye ilyet láttok Japán térképen, vagy a városban haladva, az a buddhista templomokat jelöli, na és ennek a neve a manji, ami hasonlít arra szóra, hogy manji, hogy komolyan, egyébként azt hiszem ez az oszakai tájszólásból jövő szó, de nem vagyok benne biztos, írjátok meg, hogyha rosszul mondtam, vagy hogyha ti tudjátok. Tehát így összerakták, mert hogy hasonlít, hogy manji-manji, de csak így előrevetítem, hogy ez pár éve volt menő, nekem teljesen kimaradt, és most már nem menő, hogy így nem érdemes megjegyezni. De hogyha esetleg találkoztak vele, akkor az ilyen, meg talán ez így szóban annyira nem, ez így a neten terjedt, és akkor úgy is írták le, hogy ezzel a manji, a szvasztikát így belerakták. Tehát ez a maji, maji de, a maji de kakkoi, hogy így tényleg nagyon jól néz ki, mindig ezzel jövök, lehet, hogy valami az a Valentin nap az betett, vagy nem tudom. De hogy ilyen egyszerű példák jutnak csak eszembe, tehát ez is ilyen fokozásként is, de inkább ez a mondasz egy információt, ami új a másiknak, és meglepődik, és maji. A másik, amit ilyenkor sokszor mondanak, ilyen meglepődés, ez az üszó. Ami szó szerint azt jelenti, hogy hazugság, de ez is az ilyen komoly, üszó, hogy így tényleg. Úgyhogy ezt is sokszor hallhatjátok. Ötödikként egy szerintem hasznos kifejezést szeretnék megtanítani nektek. A csósi dó, hogyha ezt kérdezik tőletek, az azt jelenti, hogy hát így hogy vagytok mostanában. A csósi az a szó szerint hát elég sok mindent jelent, ugye nagyon sokrétű szó, legelső jelentésében, az, hogy valamilyen hang, tehát, hogy így a hangszereknek a hangja hangolni, valamint, hogyha ha igévé teszik, vagy más igével összerakják, de a beszédnek a hangnemét is jelenti. Egy másik fajta jelentésben pedig így valamit, hogy hogyan kell csinálni, tehát valami elvégzésének a módja, hogy szó, no csósi, hogy igen, úgy, ezzel a ezzel a hozzáállással csinálni, nagyon nehéz szerintem lefordítani magyarra, és ez visz a slang jelentéshez közelebb,
A testnek a miensége arra, hogy hogy vagy. Tehát csósiga varui, hogy így rosszul vagy, hogy iga csósi varui, hogy a gyomrom van egy ilyen fura érzés van, vagy nem jó érzés van a gyomromban. Igazából ezért ez a csósi do, vagy csósiva do, a do az az, hogy így hogyan, vagy milyen. Ez nem igazából slang kifejezés, de nem annyira klasszikus, meg klasszikusan tanított, mint a genki, hogy jól vagy, vagy o genki desu ka, jól vagy, vagy jól van, hanem itt tényleg barátok között így nagyon sokszor, hogy já, arizu genki, hogy szia, Liz, jól vagy, vagy já, arizu csósi do, hogy mennek a dolgaid, így ilyen is benne van, tehát így hogy haladsz a dolgaid, de nem csak az ilyen testi dolgokra vonatkozik, hanem hogy így hogy vagytok mostanában. Úgyhogy ez esetleg elhangozhat még. Egyébként tök logikus az eredeti jelentéséből levezetve, hogy mit jelent, de amikor így itt vagy, és így először megkérdezik, akkor ez az ilyen, most így mit kérdeztél? Most már tényleg áttérünk az egy-egy kifejezésre, tehát nem csak a csoportokra, és a hatodikként, amit szeretnénk nektek bemutatni, ez a mukatsuku, ami azt jelenti, hogy hát így felhúz. Vagy felhúzom magamat valami, ami hát ugye a szótári, meg az ilyen könyvben tanult szó arra, hogy mérges vagyok, az okorú például, vagy még egy kicsit ilyen képiesebben a haragatatsu, hogy így szó szerint a hasam áll, vagy hát így fel, vagy a gyomrom áll, vagy így. Na, nem lehet szó szerint lefordítani, felhúzom magam, de az se olyan szlenges kifejezés, a mukatsuku az kifejezetten ilyen szlenges kifejezés, tehát hogy például a najatsu hontoni mukatsuku, hogy az a fickó, tehát már ilyen szót sem fickó, tudom, tehát hogy az a csávó, ő tényleg nagyon felhúz. Ano hanashi kiku dake de hotto mukatsuku, hogy ha csak meghallom ezt a sztorit, vagy hogy hallom ezt a sztorit, már attól felkapom a vizet. Ilyen jelentésben használják, és így hát igen. Itthon is mondjuk igen, hogy okorű, hogy így mérges vagyok, de hoho, mukatsuku. Tehát ugye azért így vannak ilyen színbeli különbségek. Na, annyira mukatsuku, hogy így rombolódik mögöttem a berendezés, mert kíváncsi vagyok. Kíváncsi, hogy ki lett volna az, aki magától észreveszi, hogy próbálom visszaragasztani az időközben lepotyogott képeslapokat, de hogy így nem sikerült, úgy látszik. Hetedikként egy olyan szó következik, vagy kifejezés, amit én így azóta tanultam meg, amikor ide költöztünk, így 5 évvel ezelőtt, mert már 5 éve itt vagyunk, éljen, vagy nem éljen, a bibirű, amit először így néztem, hogy egyébként tök jól a kontextusba téve így elsőre így ráéreztem nagyjából, hogy mit jelent, és így magyarul szerintem a parázik kifejezés az így tök jól visszaadja. Tehát igen, az, hogy így valami meglepődsz, megijedsz, vagy egy kicsit így félsz, parázol valamitől. Például, hogy kino no jishin yabakatta ne, mitcha bibitta, és hogy így belevegyük a már most így tanult slang szavakat, hogy a tegnapi földrengés az nagyon durva volt, nagyon paráztam. Tehát így ilyesmi jelentésben használják, vagy aztana teszt a műzikán szót, akkor a bibirva, hogy a holnapi teszt, a holnapi dolgozat nagyon nehéznek tűnik, hogy félek tőle, vagy így parázom tőle. Ilyesmi jelentésben használják, és eléggé sokan. Azért vigyázzatok, vagy én nekem azért kéne vigyázni, mert én azt hittem, hogy ez egy ilyen nem slang szó. Tehát azt hittem, hogy ezt csak így lehet mondani, és akkor ez a férjem mondta, hogy azt így nem mondjuk, hogyha mi nem tudom, milyen idősebb, meg felettünk álló emberekkel beszélünk, olyankor a bikü-bikü szürű lehet használni, ami egy ilyen hangulatfestő szó egyébként, nagyon sok ilyen van a Japánban, hogy a bikü-bikü, és gondolom ezt rövidítették le, így kivették a bibit, a bikü-biküből a bi, és akkor bibirű. Úgyhogy ez ugyanazt jelenti, csak ez az a szó helyette, amit így tudtok használni kicsit illedelmesebben is. 8. következően kifejezés, amit megint csak szerintem nagyon sokat hallatok, hogyha idejöttök, a hamaru. Nem is inkább annyira így ebben a ragozási formában, hanem egy hamatteru, hogy így bele van bolondulva valamibe, bele van zúgva valamibe, így csak egy dologgal foglalkozik. Hogyha van erre jó magyar slang kifejezés, és csak nem jutott eszembe, vagy tudtok ilyet, akkor írjátok meg, hogy szerintetek ezt hogyan lehetne fordítani, meg így az összes többire is egyébként, mert így, mint látjátok, nem állok a toppon ilyen japánból magyarra fordításban, sem visszafelé sem, úgyhogy bocsánat, de remélem, hogy sikerült átadni nagyjából a szavaknak a jelentését. Tehát a hamaru vagy hamatteru, ez ezt jelenti, hogy például a kisfiam a Soma, hogy Soma va saikin nani de asobu, hogy Soma mostanában mivel játszik, így mondjuk megkérdezik tőlem,
És akkor mondom, hogy csak körülmeni, ha matterő, hogy na, hogy totál bele van bolondulva az autóba, a kis autóba, ilyesmi jelentésben, hogy csak egy dologgal foglalkozol, meg csak azzal törődsz. Kilencedikként egy olyan kifejezés következik, ami ilyen igazán japános, mert hogy így ugye, szerintem erről sokszor meséltem nektek, hogy a japánoknak felteszel egy kérdést, és így néha képtelennek feketén-fehéren válaszolni, tehát így elmossák, de hogy így már csak onnantól kezdve, hogy elhívod őket valahová, és akkor nem mondják, hogy nem megyünk, hanem majd legközelebb, most nincs időm, az azt jelenti általában, hogy nem, de hogy nagyon sok minden ilyen van, és a bimyo, mint kifejezés, az egy ilyen válasz egyébként, ami nem direkt mismásról egyébként, hanem hogy olyasmit jelent, hogy sokszor nem tudod eldönteni, hogy milyen valami, tehát hogy ilyen szó-szó, ugye, mint magyarul az angolból vettünk, hogy ilyen szó-szó, meg hát, hogy így nem is tudom, hogy így se nem rossz, se nem jó. Eredetileg egyébként, és nagyon nehéz megmondani, hogy mit jelent, hogy bimyo ni chigau, vagy például imiga bimyo ni chigau, vagy a jelentése az ilyen nagyon, nagyon finom eltérés van a jelentésében. Mondjuk ilyesmi, tehát ilyen nüansz, nyeltérés, finom valami, tehát ilyen finom, apró, lehelletnyi valami, vagy csak egy kicsit, tehát ilyen angolul ilyen delicate, slightly, nem tudom ezeket magyarul jól átadni, meg még kicsit ilyen kétértelmű, tehát hogy mint maga szóként is jelenteti ezt, hogy kétértelmű, hogy bimyo na imi, hogy ilyen kicsit ilyen kétértelmű jelentése van, vagy nehezen megfogható, de és akkor ezt így, mint slang kifejezést, így csak válaszként ezt használják, vagy mondjuk ilyen bimyo na aji, ez még talán nem slang részhez tartozik, hogy ilyen konoszőbb bimyo na aji da na, hogy ennek a levesnek kicsit ilyen érdekes íze van, mondjuk lehet, hogy én így mondanám magyarul, de így azt jelenti szó szerint, hogy ilyen valaminek a határán mozog, hogy ilyen se nem finom, se nem rossz, hanem ilyen nem talált bele egészen, vagy hogy autok a szészka bimjódana, hogy mit tudom én, egy labda még bent volt, ilyen játékban, hogy bent volt-e még, vagy már kint volt, az hát ez így nehéz megmondani, ilyesmi az eredeti jelentése, és akkor mondjuk ilyen szlenges példaként, hogy mit elmentem levágatni a hajamat, nem most, nem kell megdicsérni, jó? Tehát, hogy így, elmegyek levágatni a hajamat, ha zeljövök, és így megkérdezem a férjemet, hogy kamido, milyen a hajam? Bimyo kana? Hogy így, hát ilyen bimyo, hogy így, szó-szó, vagy hát, hogy hát így nem tudom, hát nem a legjobb, hát nem lehet tényleg magyarul, szerintem erre jó szót, vagy én nem tudok, mondjátok, hogyha tudtok. Vagy, hogy megkérdezlek benneteket, hogy zenkai no videó, de soká is tehelyek a dódatta, hogy milyenek voltak a filmek, amiket az előző videóban bemutattam nektek, így bimyo da na, hogy itt ilyen elég bimyo, hogy ilyen, hát nem is tudom, ilyen érdekes. Egyébként lehet, hogy ez a jó magyar kifejezés, de így érdekes. Milyen lett a hajam? Így érdekes. Milyenek voltak a filmek, amiket bemutattam? Hát így érdekesek. De hogy úgy azzal a hangsúlyal, hogy így nem tudjuk, vagy, de igen, egyébként ilyen értelemben is használják, hogy így nem, nincs elég információd valamiről, hogy hová menjünk enni, a restaurantot a bimjódana, hogy azt az éttermet, tehát azt így nem tudom, nem ismerem, nem. De nyilván ennek lehet olyan jelentése is, hogy nem hallottam róla jókat, vagy ettünk ott, és így néha nem volt jó, és az előző értelemben nagyon érdekes, de lehet az is, hogy így nem tudom, mert nincs róla elég információm, úgyhogy a rejtélyes 9. helyen álló japán kifejezés, ez volt a bimyo. 10. helyen elvileg egy szót hozok, de többet, mert hogy az NG, mint no good, vagy not good kifejezést, vagy ilyen slang szót szerettem volna hozni nektek, ami szerintem, szinte biztos vagyok benne, volt egyébként Younglish, Jenglish-es videó is, hogyha nem lehetettek, nézzétek meg, ez egy ilyen Jenglish kifejezés, hogy hát, hogy így nem jó, valamit nem szabad egyébként, így annak a szinonimájaként használják, ami japánul a dame, tehát, hogy így nem jó, nem szabad, helytelen. Tehát, hogy mit tudom, valamit csinálsz, a szorenji, de jó, hogy azt így nem szabad ám, vagy valaminek a szóhasználat, így nagyon sokszor én legalábbis így megkeresem a neten, hogy hogyan használunk egy szót, vagy hogyan használunk egy kifejezést, és akkor NG nore, hogy ilyen
nem jó példák. Tehát ez az ilyen NG. És csak ezt akartam hozni nektek példaként, de eszembe jutott, hogy egy csomó olyan ilyen angol vagy angolból vett kifejezés van, amit így egy az egyben átvettek, vagy így meg egy kicsit így átalakítottak ilyen junglisra. Például a now, amit így, hogyha mondanak, én így soha nem értettem, mert ez a now, mint a most, hogy kohi now, így főleg, hogyha, mit tudom én, ilyen chatben, tehát egy ilyen, vagy kapsz egy ilyen üzenetet, hogy megyünk most egy kávét inni, vagy hogy mit a beachy now, így valaki posztol egy képet a tengerparton, hogy most a tengerparton, és ilyen now, ez ilyen katakanában van leírva, remek egyébként, imádom, de most már állítólag ez is gáz, szóval így ne használjátok. Aztán, amit, meg vannak, amit kiverik a biztosítéket, a don't mind, hogy így don't mind, amit nem tudom mondani angolul, én a never mind-ot ismerem, hogy így ne törődj vele, ugyanebben az értelemben valamit, mit tudom én, nem sikerült a vizsgán, vesztettél egy versenyt, don't mind, cugi gambatte, hogy ne törődj velem, majd legközelebb majd próbáld meg jobban, vagy igyekezzél. Hát ilyen angolból átvett kifejezéseket is nagyon sokszor használnak. A végezetül pedig, ez már 10 plusz, szóval belül is a plusz, egy olyan csoport, igazából 3 kifejezés, ami nekem most új volt, és akkor találtam, amikor keresgettem nektek, hogy milyen slang szavakat lehetne bemutatni, és ezek azért úgy főleg 2020 utáni szlengek, ez ugye nagyon nehéz megmondani, hogy mikor került be a használatba, de még azért menők, szóval használhatjátok, meg egyébként ilyen érdekesek. Az egyik, az első, az, amin jót röhögtem egyébként, ez az Instabae. Az Insta, az az Instagram, az Instagramnak a japán ilyen rövidített kifejezés, az Insta. A bae pedig, hát így HRU, az azt jelenti, hogy ilyen ige, hogy hát így a fénylik, fénykép fénylik, igazából szó szerint, de ahogy inkább azt jelenti, hogy egy jól néz ki valami képen, és ebből egy főnév, hogy mibaega aru, az így szó szerint azt jelenti, hogy így jól néz ki, vagy így érdemes ránézni, vagy így jó ránézni, és ebből a két szóból az instabae, már szerintem ki tudjátok találni, tehát ilyen insta érdemes, vagy így instára érdemes, olyan dolog, amit, hogyha lefényképezel, az jól fog kinézni az Instagramon. A másik, ami nekem azért tetszett, mert magyarul is van egy hasonlónk, az a tobu, ami azt jelenti szó szerint, hogy így repül, vagy száll, és amit a magyarban is használunk úgy, hogy elszállsz tőle. Nem csak a drogokra gondolok, vagy nem a drogokra gondolok, hanem hogy jaj, olyan finom, hogy így elszállsz tőle. Vagy annyira jó, hogy így lerepül a fejed, ilyesmi, hogy akkor a tabetemite tobuzó, hogy ezt kóstolod meg, ettől elszállsz. Vagy ez eszméletlen, jó? Ilyen kifejezésben használják. Ez is egy állítólag, vagy úgy tűnik, hogy új keletű, de még mindig divatos kifejezés. A harmadik pedig az utolsó, amit a koronavírus és a karantén hozott magával, amit egyébként soha nem volt. Tehát itt mi nem voltunk kötelező karanténban, legalábbis aki nem került koronavírusossal közelebb kapcsolatba, vagy így nem jött haza külföldről, de hogy itt nem volt kijárási tilalom, mint otthon. De azért nagyon sokszor, főleg nagyvárosokban beszorultak otthonra dolgozni, tehát azért itt is a home office az ment, meg kevesebbet találkoznak az emberek egymással, azért mi is így meggondoljuk, hogy most például egy otthon farsangoztunk csak hármasban, és nem hívtunk senkit, mert most megint így durvák a számok. És igen, a koronavírus hozta magával az onnomi kifejezést, ami az online nomikáj. Az online, ez nyilván az online. A nomikáj pedig, hát ez ilyen ivó összejövetel, tehát az olyan a... Milyen japánok így összejönnek, és így isznak, munkahelyi ilyen nomikáj, csak csajos nomikáj, barátokkal nomikáj, tehát amikor így elmiszik kocsmázni kb. Ez a nomikáj, és az onnomi, ebből lerövidítve az, amikor online tartasz egy ilyen kis ivászatot nomikájt, egyébként ez nem feltétlenül piálás, de egy összejössz a barátokkal, és így dumáltok, hát ezzel lehet közben inni is, ez az onnomi, a top 2020-tól, ameddig a koronavírus tart kifejezése, ezzel a pozitív kifejezés, a slang szóval zárom a mai videót, remélem, hogy tetszett, kommenteljetek, hogy szerintetek hogy lehetne ezt jobban magyarul mondani, illetve írjatok olyan japán slang szavakat, amik kimaradtak, nyilván nagyon-nagyon sok kimaradt, még én is tudnék, de akkor soha nem lenne vége, de hogy inkább olyat, amit így ismertek, vagy amit titeket meglepelt, hogy ez így milyen furcsa, vagy milyen furcsán használják,
vagy amit először hallottatok, írjátok le azt is bátran, hogy hol hallottátok, ne kíméljetek, tanítsatok nekem is új dolgokat. És hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, kövessétek a csatornát, és a japán specialista utazási irodát az interneten, a Facebookon és az Instagramon is. Csáne!